Podkárpátja vajdaságban fekvő Kobylnica Wołoszka nevű kis falu néhány évtizede ismert citromfű és menta illatáról. Szeles időben a gyógynövények aromája az egész környéket belengi, és ez ennek a nem tipikus mezőgazdaságnak köszönhető. Malgorzsáta és Krzysztof Moksicki már réges-rég nemet mondtak a hagyományos földművelésre és állattenyésztésre, eldöntötték, hogy mezőgazdasági munkájuknak különleges varást és ízt adnak. Körömvirággal és májvával kezdtük, majd fokozatosan tértünk át a citromfűre és a mentára. Jelenleg olasz kaporral, árvácskával is foglalkozunk, és egy új ültetvénnyel, a csalánnal. Összesen több mint 10 hektáron gazdálkodunk. No, bardzo mi się podoba, że się zajmujemy ziołami. Nagyon tetszik nekem, hogy gyógynövényeket termesztünk. A környéken rajtunk kívül senki sem foglalkozik ezzel. Sami jesteśmy, że tak powiem, na tym terenie. Szegénykém a szárazság ellenére is nőtt még egy kicsit. Még egy hét, és akár le is lehetne aratni. A kapor is eszméletlenül illatozik. Olyan különleges az aromája. A nyaranta ideérkező vendégek el vannak ragadtatva. Az aratás idején, amikor kaszálunk, szárítunk és csépeljük gyógynövényeinket, az egész környék megtelik csodálatos illattal. Szárításkor az időjárástól függően olyan érzés, mintha szanatóriumban lennénk. Elegendő, ha letépünk egy hajtást és kézbe vesszük, már is árad a citrom illat. Hihetetlenül illatos. Más az illata a frissen szedett citromfűnek, másként illatozik a már megszárított növény, de ennek az illata is nagyszerű. Annak ellenére, hogy a gyógynövények hatása nyugtató, a Moksicki család az idei szezonban sokat idegeskedett. A nyugtalanságról a szárazság tehet, amely már második éve tart Kobylnica Wołoszkában. A növények gyengébbek és csekélyebb a termés is. Ez a legújabb ültetvényem, tavaly ősszel telepítettem. Egyszerű csalán. És ahogy látszik, az ültetés rendben volt, de a szárazság miatt képtelen terjedni. Helyenként hézagos, hiányos, de el kell mondanom, hogy általánosságban elégedett vagyok vele. A szárazság ellenére szépen növekszik, ahogy látjuk, és a mennyisége is olyan kielégítő. A házigazdák, hogy csökkentsék a kánikula okozta feszültséget és annak hatását, hűsítő italokat készítenek, amelyet akár gyógynövényteának is nevezhetünk. Készítettem egy kis teát a gyógynövényeinkből. Menta egy kis citromfűvel. A citromfű nyugtat. Tessék meg kóstolni. Tehát a citromfű nyugtat, a menta pedig üdítően hat. Mięta z kolei jest orzeźwiająca. Także na upalne dni jest bardzo polecana, żeby korzystać z herbatek miętowych, z zimnych, chłodzących napojów. A nagyon meleg napokra ajánlják, hiszen ilyenkor a mentolos és hideg teákat, vagy hűsítő mentolos üdítőket érdemes fogyasztani. Ízében különleges, saját, frissen szedett gyógynövényekből, mindenfajta aroma vagy vegyszer nélkül. Tiszta természet, egyenesen az ültetvényről. Zbierane prosto z pola. A legtöbb gyógynövény a gazdaságból az egyik lengyel gyógyszercéghez kerül, de viszik a gyógynövényeket forgalmazó üzletek is. Lengyelországban egyre nagyobb a kereslet az ilyen jellegű nyersanyagra, mert egyre többen ismerik el a gyógynövények gyógyító hatását. Itt az a helyiség található, ahol a cséplés, tisztítás és csomagolás történik. Tulajdonképpen az összes itt látható gépet én alakítottam át, vagy építettem. Mert nincs olyan gyártó, aki ilyen típusú gépgyártásával foglalkozna. Do tego typu spraw.
A gabona, répa, kukorica vagy repceföldek között Moksickijék gazdasága olyan, mint egy zöld sziget a nyugalom aromával telt birodalma.